Csak le tudunk már ülni. Csak le tudok már ülni, már beszélgetni, már most veletek. Ma kakkodásba vagyok, ma. Ma kapkodásokba vagyunk. Hozok papírt. Még közben magam mellé teszem az ananászt. Állatok, felkapcsolom a villanyt. Jobban lehessék, lássék. Jó, itt vágyat, köszönöm. Itt van még egy kis ananász. Most nagyon ráhangolódtam az ananászra. Sziasztok, köszönöm. Köszönöm. Ananászos penne tészta. Köszönöm. Köszi, Kármin. Ez tejszínes ananászos csirkemmel, penne tésztával. Hát ez ilyen, tudjátok, ez a színes penne tészta, durum tészta, ananászos, tejszínes csirke mellel. Köszönöm mindenkinek. Na, jó lett a szám. Na, köszi. Alakul még. Kedden csináltattam, úgyhogy ez még alakul. Alakul, igazodik. Köszönöm. Na. Na, végre már jó idő van, az ablakokat lepucolom. Köszönöm az ajándékot, Nikica. Csókollak, édesem, köszönöm a szívlej engem. Várjál. Köszi, dálgám. Szia, Meli, hogy vagy? Köszönöm, jól vagyok. Kapkodásba vagyok, tegnap nem aludtam. A teli hold véget, nem alszom. Köszönöm a követést. Na, tejszínes tészta. Ananászos tejszínes tészta csirke mellé. A túró gombócot isteni finom megcsináltad. Na, egészségetekre váljék. Nagyon örülök neki. Pedig azt mondják, teli hold van. De az van. Már ma véget ér a teli húd. Valami ilyesmi van. Forgolódtam. Köszi. Hello, szia. Nem, nem rossz egyedül. Egyáltalán nem rossz. Csinálom a dolgomat. Milyen fajta szem használsz, illetve szoktál? Pillát nem teszek. A szempillát nem használok. Ez ketriszes szempilla spirál, ami rajtam van. Szempillas, ezeket a műszempillákat utálom nagyon. Tejszínes csirke. Ez ilyen tejszínes ananászos penne tésztával. Nem, nem egyedül lakom. A mit? A szempilla spirált? A DM-ben. Ezt a ketriszes szempilla spirált? A DM-be veszem. Szia, Era! Szia, drága!
Sziasztok, igen. A DM-ben van Ketris márkájú. Ezt a DM-be szoktam venni. Sokat szedtem. Köszönöm, szép napot mindenkinek. Természetesen vagy szép puszi, Tina, csokolatina. Köszönöm. Na. Nem kell azokkal foglalkozni. Verebeket az hagyjátok. Hagyjátok már a cselédeket, a verebeket. Nem kell velük foglalkozni. Az Isten így ismeri őket. Hogy tiltsam már ki. Pontos jével írsz mindent. Hogy az Isten pontosítson meg tégedet. Minden. Károly, pontos jé. Kussó. Meg mit írt? Az is pontos jé. Meg van pontozva. Alul felül. Alul felül pontozva van. Félkegyelműek. Na. Félkegyelműek. Nem szabad velük foglalkozni. Hát. Telszínes csirke mellett, ananászosan. Kipontosodott már. Így van. Jó Isten mindent lát. Hát az biztos, hogy a jó Isten mindent lát. Á, gyerekek. Ennyi észre szabad lábon. Hát, igen. Csodálkoznak az életükön. Köszönöm, drága. Jaj, köszönöm, drágám. Nagyon kedves vagy, édeském. Igen, szeret elnézni. Örülök, hogy itt vagy. Üdvözöllek. Szia, incikém, köszönöm. Pusika mindenkinek. Annyit grilleztünk. Hú. A Lidl és csirkeszárnyi nagyon finom. A Lidl-be be van pácolva. Azt hiszem, hogy 1 kilós csomagba lehet kapni a csirkeszárnyat. Nagyon finom. Nagyon jó. Tényleg, kátyám, te vagy egy kedvencem a TikTokon, Melinda. Csókollak, édes kátya. Igen, minden videómhoz amúgy oda szoktál írni. Mindig, igen, igen. Nagyon-nagyon örülök neki, kátyám. Csókollak. Szép napot neked is, Emese, meg mindenkinek. Mi az ebéd jó étvágyat? Az ebéd csirkemell, tejszínes, ananászos csirkemell, durumpenne tésztával csináltam. Én nagyon sok ananászt szoktam beletenni. Jó sok tejszínt, azt a sűrű krémeset. Nézd meg, mennyit csuklok. Ja. Szeretem. Nagyon szeretlek titeket. Várjál már, kátyám. Csókolok, drágám. Finom, aha. Hát a sok grilles kaja után jó. Grillkolbász, grill csirkeszár. Most egy kicsit ilyen helyszínesebbre váltottunk. Köszönöm az ajándékot, a TikTokot, puszika. Köszönöm, drága Magdolna. Puszi, szia, imádlak nézni benneket, puszi neked is. De jó, hogy itt vagytok. Mondom, tegnap este alig aludtam. Fel kell húzgálnom az ágynemű.
Nagyon jó idő van. Törülközőket kiterigettem. Minden tökéletes. Még egy jó adag mosás megy. Köszönöm az ajcsit, drágám. Csókollal. Ananászos, tejszínes csirkemel. Penne tésztával. Jó sok ananással. Kedves vagy, Csajé, köszönöm. Jörcsike. Falko búcsizik. Mert ma mindig leesik az az ananás. Mindig leesik. Sziasztok! Én még eszek hozzá egy kis ananászt. Nem tudom, jó esik a lányba. Közben beszélgetem. Hát most nem tudom. Jó pofa kérdés volt, hogy mi leszünk live-ba. Én szeretem nézni azokat a live-okat, amikbe esznek. Tudja a fasz. Jó van ez így. Köszönöm. Sziasztok, hol a búvár? Milyen búvár? Sziasztok! Várjatok, Kattil csak! A falkom már... Na, remélem, hogy... Rita, remélem a szárba szart. Akkor már gyújtta. Remélem, hogy bele mangelt a szárba. Remélem, megmangelte a szádat, ha már ott volt. Sziasztok! Szia, Melike, jó itt vágyad. Milyen meghívót küldtem én el? Jaj, nem akartam. Nem tudom, mit nyomtam meg. Sziasztok! Hát nem, ha már ott volt. Remélem, telefosta a torkodat. Na, már letiltottam amúgy. Há, egy úttal. Egy úttal, akkor. Jó, itt vágyat, mit eszel? Csirke mellett, tejszínes csirke mellett eszek, sok-sok-sok-sok ananásszal. 3 perc figyelmet szeretett volna, leégette saját magát. Az ilyen nem leégeti saját magát, nem? Azt hiszik, hogy ebben nagy nők, ebben ők olyan dámák, hogyha ő hozzá családos emberek járnak. Azt ezzel közben leégetik magukat. Olyanokat tirkálnak be. Családos emberek foglalkoznak velük. Hát most minek is, ha foglalkozik is valakivel családos ember, azért, hogy csak telerakja a száját. Csak azért. Azt most akkor erre bücske. Nem undorító dolog ez, egy nő ilyet beír. De az is lehet, hogy nem nő volt, hanem férfi, csak női névvel. Profilképet nem tesz neki. Nem vagyok ideges, de vagyok ideges. Profilképet nem tesz neki. Odaírja, hogy Rita baba. Azt lehet, hogy káresze mindja valaratta. Mindja. Helyett kolompár. Azt akkor beírkál ilyeneket. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, drága Melinda, hogy visszajelöltél. Jaj, édesem!
Jaj, már azt hittem amúgy, hogy ismerősök vagyunk. Csak most megnéztem már, hát nem. Köszönöm a sívecskét. Jaj, de bírlak. Ja, ez az igazság. Ez az igazság. Bírkálnak ilyeneket. Meg ha nő, akkor még szégyenebb. Azt akkor ilyen nők akarnak maguknak normális párkapcsolatot. Ilyen nők akarnak maguknak jó embert. Jót. Köszönöm, Csini vagy, de kedves vagy, Ibolyám. Megsütött a nap. Tegnap grilleztünk, megégtem. Ez a divat. Na. Ez a divat. De jól mondod, ja. És azt hiszik, hogy ezzel az ember majd mellettük marad. Figyeljetek ide. Jó embert várnak, jó életet várnak, azt mondjuk hozzámennek egy olyan emberhez, akinek családja volt. Elvette a családjától, az az ember nem meg fogja csalni ugyanazt a nőt. Mert úgy van vele, hogy egy kurva amúgy meg, mert tudta, hogy családom van, tudta, hogy gyerekem van, mégis járt hozzám. Azt a nőt miben nézik akkor? Hát az emberek nem bolond, egy férfi nem buta. Férfi, ám bár nem buta. Annyira. Azért egy férfinek is megvan a logikája. Kurvákat lehet elvinni. Azt úgy is bán vele. Az embereknek az észjárását tudni kell. Semmi, senki, lehet, hogy csak egy férfi amúgy. Az nem nő, hanem férfi. De csak így mondom, így alapjárata. Ennyi. Ja, megint van már itt egy rituka? Jó, teszem, ritukám. Ezt is tudni kell. Az, ha, így van. Rituka, ne irigykedjél, tegyél ki egy profilképet, Rituka. Lássuk a pofádat. Hát, ez van. Van több is, ki hozzam? Nem ennyi van. Még többet képzeljél el. És, hogy legyen. Még több van, csak nem, ki hozza? Mi? Akkor mire vered a nyáladat, Rituka? Mi? Nincs profilképed, aljas kurva vagy, nincs rólad kép. Egy kiélt rongy vagy, egy sarki kurva vagy, nincs rólad kint kép. Kép nélkül mit akarsz, te pofátlan? Kép nélkül nem mernénk beírni sehová. Kép nélkül semmit, senkinek. Volna bennem olyan nőiesség, meg olyan büszkeség, hogy adom az arcom és a nevemet a kommentemhez. Nem adod az arcadat hozzá. A jó Isten vegye le az arcadat. Az Isten meresszen meg. Az arcadat tegyed hozzá. Akkor miről beszélsz? Nem idegesítem fel ma. Én teljes nyugodt. Ezek, nehogy azt higgyétek, ma, hogy Dick, ideges vagyok. Én beszélgetek, Dick. Én ha ideges vagyok, akkor elváltozik a hangom is. Meg kiabálok. Kicsit jobban. Én nem. Arc nélkül. Lirkálsz ilyeneket.
az arcodat meg nem adod hozzá. Úgyhogy kus. Kus, kurva. Na. Csak kiátkoztad az életét. Nem volt nagy átok? Ez semmi nem volt ahhoz képest. Ó, de ne. Jó van, az ráfért az arcára. Nincs róla kép, ráfért az arcára. Ábelesz, kóbelesz, így jártál, kap be ezt. Na, hát lehet, hogy jobb nincs kép róla, mert kilépnénk mindjárt innen, mind a 481-en kijelentkeznénk, még a platformról is. Szerintem. Ja, nem volt, mert gyáva. Igen. Ja, azért vagyok a Falkóval, mert a pénze kell nekem. Pénzért vagyok a Falkóval. Ez fasz dumák, he. Egy sepregetés nem tud elvégezni, egy port nem tud letörölni, egy ételt nem tud megfőzni, mereszti a picsáját, hogy sarki kurva. Nincs róla kint kép, mert rá van rejszolva, állandóan ragad az arca. Azt nincs róla kirakva kép. Azt ilyeneket írkál be. Szerencsétlen flótás. Azt értettem, plánoló. Hát, öcsém. Ezt akkor beírka a lituka. A lituka. Fényképet nem tettél ki, lituka? Nagyon szeretünk. Jókolak, drágám. Én csak mindig az igazat mondom. Fénykép nélkül, arc nélkül, név nélkül soha nem írnánk semmit be. Előbb kiteszem a profilképemet, odaírom a nevemet, és mondom a véleményemet. Ugyebár. Teszik magukat, verik magukat arra, hogy nincs kirakva profilkép. Berjem a jóba, nem, nem ég le, nem hiszem el, hogy... És így akkor hogy vagy menő? Így vagy menő? A menőnek nem tudjuk, milyen az arca. Nem tudjuk, hogy néz ki. Hát, mert ez senki kutya. Élettelen az kész. Nem tudunk erre mit válaszolni. Hát nincs is arca, kihez beszéljek amúgy meg. Hát nem. Nem bírnak veled, drágám, legjobb vagy, ne. Csak az igazat mondom. Na, lila köves gyűrűt hol vetted? Testvéremé volt ez. Na, van, figyeljél, Rituka, nincs rólad kép. Ide jöttél irigykedni. Van még sokkal több. Megmutatnám neked, az hasra esnél. De nem fogom, nem hozom ki, nem mutatom, nem olyan vagyok. Te egy szájba baszott, szájba csirázott kurva vagy. Tudom, van egy pár irigyem, azok jönnek be ide, kép nélkül. Na, nagyon sokat fogsz még szenvedni, hogy engem látsz, hogy én milyen vagyok, hogy én normál, hogy beszélek az emberekkel, hogy engem hogy szeretnek az emberek, meg mindig nyíltan, pofával együtt állok ide, mindig, szóval amit akarok, elmondok. Sok embernek jó tanácsot adok, sok emberre segítünk, többiek is szoktak nekünk tanácsot adni, mi itt normálisan el vagyunk. Te egy irigy rossz kurva vagy. Sejtem is, hogy ki vagy. Míg élsz, gyötrődni fogsz. Érted? Úgyhogy ennyi.
Így, a Ritukát meg kitiltom. Ritukám, majd még figyelj, csinálj egy másik TikTokot, azt majd kövessé majd azon is, jó? Úgyhogy, szia kurva, se arca, itt van, két követője van. A Ritukának van kettő követője. Arca sehol, mindig tele vagy élvezve. Életed nincs. Soha. Soha. De nem te vagy tele élvezve, csak a fejed. Csak az arcadra van így, tudod? Ragadsz már. Rossz kurva. Ez már a második kamu profilja, ma meg lesz egy pár, szerintem meg. Meg. Sziasztok, lőtt ki, már ki van? Ennyi, én elmondtam neki a véleményemet. Szép nyugodtan, én nem kiabálva mondtam el. Most én ordítok, kiabálok? Nem. Ennyi. Jó, beírta, azért írta be, hogy elmondjam neki a magamit. Azért. Ja. Mi a már most csinálja a másik profilt? Mindjárt itt lesz. Ja. Fura. Hát lehet, hogy fura volt. Egy kicsit. Nem aludtam tegnap este is pluszban, meg már kezdek ezektől már amúgy egy kicsit. Nem úgy mondva, nem akadok ki. Csak azért már nők nekik is elmondom már azért, hogy hol a helyük. Ezzel magát minősítette, ne törődj vele, te szépséges nő vagy. Csokoladcinikém, nagyon kedves vagy. Addig örüljön, míg ilyen higgadtan kezeleded, aztán halál. Hát az biztos, eskü nem bírnak veled. Szóval mit főztél ma? Köszi, babám. Csirke mellett csináltam, tejszínesen, ananászosan, csirke mellett, penne tésztával. Édes Melinda, mi történt, angyal vagy? Ne törődj a rossz emberekkel, mert irigyek velük, ne törődj. Nem törődök velük, nem is idegesítettem fel magam, semmi ilyesmit. Nem. Csak már amúgy az a idegesítő úgy mond időzőjelbe, hogy profilkép nélkül, Rituska néven, nem a saját neve, beírt valami nevet, csinálnak sokan ilyen áll TikTokot, aztán arra verik magukat, hogy ennek ír be, annak ír be, ahhoz az odaír, tegye ki legalább a képét, de legalább arc, a saját önön arcképét tegye ki. Na tegye oda az arcképét, írjon úgy oda, tegye meg. Legyen annyi vér a pucájába, hogy kiteszi a fényképét, nem teszik ki. Érted? Akkor hekket sütöttem barna rizssel, de szeretem a hekket. Szia Ilona, sziasztok, szia Dóra, szia puszika mindenkinek, szép napot Ildikon, viszont neked is. Hú, az fini. Finom. Én nagyon szeretem benne sok ananászt, imádni való, vagy csókollak, Vivikém. Puszika, szia Ildikom. Ennyi. Szia drága Melinda, szia Eliza, csókollak, puszi Ildikom. Az ilyenek szemtől szemben nem mennek oda. Nem, hát azért nincs profil, nehogy megismert. Hát, azért nincsen profil kép, hogy nehogy megismerjem, de az is lehet amúgy, hogy nem nő volt, hanem férfi. Ki tudja? Irigyek nagyon az emberek, ne foglalkozz az ilyenekkel, nem foglalkozok velük. Ő szenved, mert profilkép nélkül írkál ide be. Gondoljátok már el, mennyit bajlódhat, mennyit szenvedhet még ő. Most csinálja a másik profilját, a másik arc nélküli profilt. Hány TikTokjuk lehet ezeknek? Vagy 30? Ja. Isten áldjon, csár. Köszönöm, Zsuzsám, viszont kívánom nektek. Szép napot mindenkinek, puszi nektek. Nem idegesítem-e magamat fel velük, csak elmondtam neki így a véleményemet.
Hát most, ha ő ilyeneket dirkál, meg így dumál, meg mit tudom én, miért? Mondom neki a véleményemet, oda szólok egy-két szót, az kész. Hát most, ha ő beír az én saját live-omba, már most tényleg már így ilyet beírkálgat, az én saját önön saját live-omba, akkor azért egy-két szót oda szólok neki azért, na. De azért ilyeneket irkálni, kép nélkül. Nekem valaki nem tetszik, vagy nem szimpatikus, nem irkálok neki oda semmit. Semmit. Görgetek tovább. Megyek tovább. Valakit nem bírok nézni. Van olyan. Van. Van fent a TikTokon, vagy hat. Nem nézem. Görgetek tovább. Jó van. De van, akik szeretik. Nem lehetek mindenkinek szimpatikus. Szia szívem, szívem. Szia, szia. Szia Margitkám. Na, itt van ez a Gabi is. Anya, ó, inkább már nem. Inkább már nem. Hát akkor miért vagy itt? De mégis itt vagy. Miért nem mész el innen? Mi? Ne is nézzél engem, jaj, de csúnya vagy. Ne is néz, ki is tiltalak. Jaj, Isten bocsáss meg bűneit. Várjál, kitiltalak. Menjél már innen magadnak. Kutyafejű. Sziasztok, szia Kati, pedig én imádlak a puszi Erdélyből. Csókolak, imolám. Örülök neki, hogy itt vagytok. Kik ezek a nyúzott fejűek? Hát, nem is hagyok nyúzott fejűeket. Itt nekem mind fainak vannak, normálisak, fainak. Tündökölnek a jóságtól, akik itt engem itt szeretnek, nekem ugyanolyanok vannak, amilyenek mi vagyunk, amilyenek mi. Nem kellenek ide ilyen hegedű fejűek. Olyanak a rajzi, kozák pisztoly, olyan óra volt neki.